Hello! Tegnap nem csináltam videót, mert a halálomon voltam. Tőkehalmája tettem reggelire, kifivel, és mivel nincs epém egy jó pár éve, ezért majdnem belehaltam a fájdalomba, úgyhogy most csinálom meg a videót. Szóval, esünk egymásnak. Mai téma Tinder gyors talpaló. Próbáltam írni egy ilyen fiktív levelet és belerakni mindenféle olyan nyelvi elemet, kifejezést, jelzőt, dinamikát, ami esetleg elő szokott fordulni. Mondanám, hogy narcisztikusra sikerült, kicsit szociopata vonal, tehát kicsit ilyen narcopata egyveleg, tehát nem szintiszta, narcizmustal átfűtött levelet sikerült írnom, miután visszaolvastam, hanem egy kicsit, hát ez a rosszul szocializált, rossz környezetben felnőtt, kicsit buta, önbizalom hiányos, manipulatív, személyiségzavaros arc lett belőle, mondom én itt a nagy diagnosztizálást a kispadról. Úgyhogy nézzük meg ezt a levelet, és akkor mondom, mikre érdemes figyelni, ha ilyen üzenetet kapunk. Kontextus, mielőtt elfelejtem, Andi háromszor randizott ezzel a fiatalemberrel, azt hiszem Endrének sikerült elneveztem. Tehát Andi háromszor randizott Endrével, ez háromszor másfél-két óra randevú volt, előtte ilyen tök általános csetelés, vagy illetve még nagyon az elején vagyunk az ismerkedésnek. Endre ír a Tinderen egy üzenetet. Drága szerelmem, egyetlenem. Na itt akkor álljunk is meg. Van ez a love bombing nevezetű kifejezés, ha jól használom, ami azt jelenti, hogy sokszor a megismerkedés legelején a másik elkezd szerelemmel bombázni. Tehát háromszor találkoztatok, ő már tervez közös vállalkozás, esküvő, három gyerek, hol leszünk eltemetve, milyen közös márványsírunk lesz, tehát az elején elindul egy ilyen teljesen irracionális, valóságot nyomokban sem tartalmazó vonat, egy ilyen szerelemvonat, szerelemvonat nem vár. És érdemes figyelni ezekre a jelzésekre, illetve mindig érdemes figyelni arra, hogyha a valóság az egy ilyen vízszintes, kisimult vonal, mint amikor az ember meghal és kisimul az EKG-ja, tehát a valóság egy ilyen kisimult vonal, akkor mindig érdemes figyelni arra, hogy merre van kilengés. Tehát ugye, ha valakivel volt három randit, és már nagyon elszáll vele a ló, akkor érdemes magadban egy ilyen grafikonon elemezni, hogy itt egy picit elrugaszkodtunk a valóságtól. Tehát, drága szerelmem, egyetlenem. Nem akarlak zavarni, csak úgy látom, órák óta aktív vagy a közösségi médiában, és engem le se szarsz. Kezdődik az áldozati póz. Először van benne ugye egy ilyen bizalom-önbizalom hiányból fakadó ellenőrizgetési vágy. Tehát ő fölmegy, megnézi, kombinál, mindenféle narratívákat gyárt a fejébe, mi lehet, hol lehet, mit csinálhatsz, stb. Tehát hogy ez már egy ilyen vörös zászló a fejünkbe, hogy azért itt vigyázunk. És utána jön a mártirok útja, hogy hát engem le se szarsz, vágyakozás anyu után, elcseszett gyerekkor, amit ugye nem neked kell jóvá tenni, hanem a pszichoterapeutának vagy a családnak. Tehát van benne egy ilyen, hogy engem le se szarsz, hogy legyen már benned lelkiismeret, furdalás az anyád úristeni. Én komolyan gondoltam, amit tegnap mondtam, soha életemben senkivel nem éreztem azt, amit veled. Te vagy a lelkitársam, az életem, a mindenem, egy csodanő vagy, és úgy érzem, nem tudnék nélküled élni. Hát, ha három randevú után ezt mondja valaki, azért az nagyon gáz. Jelzem zárójelben, mielőtt jönnek az e-mailek, hogy de hát 30 éve együtt vagyunk a férjemmel, és nálunk is így indult, hogy valamennyi nagyon pici kivétel biztos, hogy van, de hogy próbáltam ilyen nagyon túlzó irányba ezt elvinni, hogy érezzük azt, hogy ez nem, tehát ez nem reális. Reális, érzelmileg érett, felnőtt viselkedés vagy kommunikáció az az, nagyon jól éreztem magam veled, ezen a három randevút szeretném, ha lenne folytatás. Ez mondjuk egy elég intelligens, elég értelmes, elég jó megmunkált embernek lenne a válasza, ugye ez lenne a vízszintes mezőny. Ez, ami most történik, erre érdemes figyelni, ez nagyon kiugrik fölfelé az irrealitás felé. Igen. Egész nap várom, mikor írsz, mikor jelentkezel. Én nem akarlak zavarni, de tud,
csak rád gondolok. Igen, tudom, három randevú az még semmi, de az érzések nem hazudnak. Minket az ég is egymásnak teremtett. Egyre keményebb a sztori. Egész nap várom, mikor írsz, mikor jelentkezel, én nem akarlak zavarni. Nagyon sok narcisztikusban megvan az ugye, hogy nem bírják egyáltalán a visszautasítást, és sokszor legyártanak egy olyan narratívát, hogy hát én itt várok 30 évet, de ha te nem jelentkeztél, hát így jártál, hát én egész életemben szerettelek. Ez nem igaz. Az van, hogy akinek fontosak vagyunk, ugye azok jelentkeznek, és azokkal mi is keresjük egymást. Tehát van egy ilyen 50-50 dolog, nincs benne játszma. Ez az áldozati póz, hogy hát én itt vagyok, és én várom, de nem akarlak zavarni, nem akarok a terhedre lenni, ez mindig ilyen nagyon önbizalomhiányos, nagyon sérült, kurva csúnya kifejezés, én is az vagyok, meg szerintem mindenki. Tehát én nagyon önbizalomhiányos emberekből jön ez, hogy jaj, nem akarlak zavarni. Miért bazd meg, ha zavarsz, akkor mi van? Tehát akkor mi történik? Figyelj, zavarsz! Tehát, hogy emögött azért érdemes megnézni, hogy mi lehet. Tehát én nem akarlak zavarni, de tőled várok mindent. Energiát, csetelést, együttlétet, nem tudom, mindent csinálj te, én itt vagyok. Én így hagyom magam megmenteni, de léci, te csinálj mindent, mert én hát nincs érzelmi tartalékom, én nem tudom, üres a puttonyom, én nem tudlak téged keresni, mert nem tudok elviselni frusztrációt és visszautasítást. Csak rád gondolok. Három randevú és semmi, az érzések nem hazudnak. Arra is érdemes még figyelni, és ez közösségi, a társkereső oldalakon nagyon sok ilyen van, ez a bullshit általánosságok, ilyen motivációs idézetek, meg ilyen nagy életbölcsességek, hogy ezek teljesen, teljesen üres lőzungok. Az érzések nem hazudnak, minket az ég is egymásnak teremtett. Ez semmit nem jelent. Mármint így ebben a szövegkörnyezetben egy három randevú után, ez így, inkább ez ilyen vágy, fantázia. Tudod, sokat gondolkodtam azon, amit mondtál, hogy bővíteni szeretnéd a virágüzletedet Újpesten. Vágjunk bele! Én nem vagyok egy gazdag ember, de mindenben támogatni akarlak, a tenyeremen akarlak hordozni, és minden földi jót megadni neked, szerelmem. Na, itt vegyük fel a kibaszott nyúlcipőt, és fussunk olyan messzire, amilyen messzire csak tudunk, mert ez egy nagy vörös villogójel. Három randevú után közös vállalkozást senkivel nem csinálunk, legfeljebb gyerekkori barátainkkal, akit már 40 éve ismerünk és bízunk benne, de ez kurva ijesztő kell, hogy legyen. Tehát három randi után vegyünk fel közös hitelt, meg építsünk vállalkozást, meg rohanjunk bele a naplementébe, ez a mennyi innen, mennyi hátrébb, vidd innen a, nem tudom, az őrületedet. Csináljunk közös céget, tervezzünk, álmodozzunk, és éljük meg az álmainkat, drágám. Mi bajunk lehet? Maximum milliómosok leszünk. Hát, szóval itt érezzük, hogy nagyon nem vagyunk a dolgok közepén, nincs valóság, nincs, ez nem racionális. Tehát normális, viszonylag egészséges pszichével rendelkező, érzelmi intelligenciával rendelkező felnőtt ember nem mond ilyet három randevú után, hogy miénk a világ, alapítsunk közös céget, és jaj, hát majd milliómosok leszünk az újpesti virágüzletből. Szeretem, imádom Újpestet, meg a virágüzleteket is, de nem tudom, ki ismer többszörös milliómos virágüzlet tulajdonost Újpesten, de biztos van, meg remélem is, hogy valaki jól él ebből. Tehát ezt csak azért mondom, hogy megint van egy ilyen nagyon erős kilengés, és megint van egy ilyen rád csimpaszkodás, hogy én beszállok a te cégedbe, és ketten együtt leszünk milliómosok, mert én akarlak téged a tenyeremen hordozni, de hát neked van vállalkozásod, mindjárt kiderül, hogy hát neki nincsen semmije, szóval ez nagyon gyanús. Vagy esetleg azt tart téged vissza, hogy nincs drága autóm, drága órám, meg házam a Rózsadombon? Tudod, én egyszerű családból származom, de a szívem tiszta, és csak szerelemre vágyom. Hát eddig nem menekültünk még el, akkor most légy szíves. Tehát itt ugye kiderül, hogy hát van egy szál alsógatya, meg valami albérlet, vagy esetleg anyukával lakik még Endre, ezt nem találtam ki. De hogy, na, tehát hogy te tegyél bele mindent ebbe a kapcsolatba, és akkor ő így el levickél ezen. Illetve itt megint jön az, hogy
a lelki ismeretedre, a bűntudatodra, az együttérzésedre akar hajtani, hogy jaj, hát én szegény ember vagyok, de a szívem annyira tiszta, én tele vagyok őszinte szerelemmel. Tehát, hogy na, megint kicsit kilengett a mutató. Ha ezért lenézel, az persze a te bajod és a te dolgod, én csak magamat tudom adni, és ha kellek neked, hidd el, és ha nem kellek neked, hidd el, más is szívesen randevúzna velem, akár hiszed, akár nem, sok nővel csetelek, és mivel állítólag van bennem valami sárm, ezért nem esik nehezemre az ismerkedés. Ho-ho! Ha vigyázzál, anyukám, neked nem kellek, ezt a lótöltöst viszi másba az meg. Tehát azért köst fel a gatyádat, ha nemet mondasz rám, életed lehetőségét hagytad ki. Tehát, hogy ez az alulértékelt, önbizalomhiányos self, és ez a teljesen hamis, felülértékelt self, tehát a két véglet között mozgunk folyamatosan. Tehát én fantasztikusan értékes vagyok, nagyon jó parti, de a másik oldalon ugye annyi érzelmi tartalékom nincs, hogy keresselek téged, tehát, hogy alul vagyunk megint meg, fölül nem középen. Ráadásul a faszom kérdezte, hogy te rajtam kívül még kivel csetelsz. Úgy érzem, a férfi választ magának királynőt, és a királynő legyen megtisztelve, hogy a király oldalán lépkedhet. De eddig nem derült ki, hogy nem okos, azért már vágjuk, hogy elmegy túl intelligens ember. Csinálhatsz mindent egyedül, a vállalkozást, a karriert, a céget, de igazán boldog csak egy férfi oldalán lehetsz. Hát ilyen, amikor így pultolod a motivációs oldalak olvasgatását, vagy lájkolgatását, tehát ez egy ilyen nettó baromság az egész, és arról szól, hogy hát kelleni akarok. Légy szíves, vegyél észre, nevelj föl, fogadjál már örökbe, kérlek, mert az anyámmal való kapcsolatom egy tragédia volt, mert nem tudok kötődni, nem tudom, hogyan működik egy egyenrangú párkapcsolat. Én egy ilyen érzelmi hajléktalan vagyok, egy érzelmi homeless, légy szíves, fogadj örökbe. Ha nem kellek, inkább mondd meg az elején, ne játsz velem, törékeny játékszer a szív. Én nem is tudom, honnan tudtam ennyi bullshit-et összeszedni. Tehát érezzük azt, hogy igazából tényleg nem kapcsolódik a valósághoz, hanem ilyen vágyak keverednek hülyeséggel. Nagyon szakmai. Hogy összehord ilyen hódító szövegeket, hogy a vágy, a szív, a királynő, mert hogy azt hiszi, hogy a nőknek így ez a romantikus, vagy ez kell, teljesen összefüggéstelenül random dobálja ezeket a fasságokat. Ha kell, a sírig harcolok, de nem mindegy kiért. Semmi értelme az egésznek. Úgy fogja fel ugye a párkapcsolatot, hogy ez egy háború. Tehát szegénynek ugye egyáltalán nincs mintája arról, hogy milyen egy egyenrangú, empatikus, tiszteleten, megértésen, támogatáson alapuló felnőtt érett párkapcsolat. Szegénynek teljesen szét van ez csúszva. Tehát nem tud egészségesen kötődni, tényleg valószínűleg egy nagyon rossz, bántalmazó közegben nőtt fel, tényleg egy ilyen érzelmi hajléktalan, akit nagyon jó lenne örökbe fogadni, és hogy saját magához sem tud igazából kapcsolódni, így nem is tudja, mit szeretne, így valakin így szeretne csüngeni, meg így hozzá kapcsolódni valahogy, de egyrészt nem tud ebbe a sztoriba mit beleadni, mert tényleg nincs a hátizsákjában semmi. Másrészt nyomokban nem tartalmaz valóságot, tehát hogy nem kell sírig harcolni, tehát egy egészséges, érett felnőtt, egyenrangú párkapcsolatban nem kell a sírig harcolni, bazd meg, ott jól kell érezni magunkat, szabadon és önazonosan és egészségesen. Tehát ez nem egy harc, meg egy küzdelem, meg hogy a király, meg hogy a tigris mellett lépkedni, meg amíg mi ugye a társkereső oldalakon repkednek. Tehát, hogy ez itt teljesen félre van csúszva. Zárom soraim, nem tartalak fel, fáj, hogy eszedbe sem jutok, hogy sem egy jó reggelt üzenet, se semmi nem érkezik tőled. Ha hibáztam, kérlek, bocsáss meg. Ha kiengesztelhetlek bármivel, kérlek jelezd, küldj füstjelet, s én rózsacsokrokkal omlok lábaid elé. Hű szerelemmel, Endre. Hát itt váljunk szét Endrétől a Tinderen, esetleg le is tilthatjuk, én ezt tudom javasolni. Itt az történik, hogy egy éretlen kisgyerek szegény. Tehát ott áll,
és sír az anyukája után, hogy vegye föl, nevelgessék, simogassák a kis fejét, és hát várja, hogy, tehát várja, hogy, tehát, hogy valami legyen. Egy ellentmondás, hogy miközben ugye kétszer is azt írja, hogy nem akar zavarni, meg feltartani, azért ír egy kisebb regényt, csak hogy felhívja magára a figyelmet. És tényleg fáj neki, hogy nem kapja meg ezeket a kis drog kapszulákat, a kis cukrokat, tehát nem irogatsz neki, nem keresed mondjuk naponta 73-szor, hogy ő valószínű ezzel sem áll jól, hogy nem tudja késleltetni a vágyait, nem bírja tényleg elviselni a frusztrációt, hogy egy függő típus, hogy neki örökké kell az adrenalin, kell a játszma, falhoz nyomós, békülős szex, a veszekedés, elhagylak, elveszlek, szakítunk, gyere vissza, hogy tényleg csak arra nem tud beállni, ami a lényeg lenne, ez a normális, érett, kiegyensúlyozott, egyenrangú, boldog, nyugalmas párkapcsolat. Amire normális esetben mi vágynánk. Nem mindenki, ezt azért hozzáteszem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy folyamatosan legyen ez a röpködés, és hogy teljesen el van túlozva az egész levél. Tehát ez egy nettó mártirok útja, és egy nettó túlzást. Tehát a rohanok érted, rózsacsokrokkal, alapítsunk közös vállalkozást, de le se szarsz, szeressél, te vagy életem értelme, hogy nem az evilági mozit nézi Endre. Na most, ha kapunk ilyen szöveget, akkor tényleg érdemes nem beszokni. Mert hogy erre azért rácsúsznak sokan. Hogy hát Úristen, hát ez a szeretet. Tehát ez a lángoló szerelem maga, és akkor rácsesznek a nők, mert mondjuk szintén nincsenek jó állapotban, meg ugye nem jártott terápiával, meg nem egy támogató közegből jönnek, ami hát nyilván megértem, mert az kevés. És akkor nők erre rácsúsznak, hogy Úristen, hogy ez a férfi engem mennyire szeret, rózsacsokor, hát erre vágytam, meg beszállna a vállalkozó, és léci, ne! Tehát, hogy komolyan arra kérek mindenkit, hogy mondatonként nézzétek át ezt a levelet, és nyilván nem lehet ezt felszólító módban mondani, de hogy essen le, hogy három randi után ez tényleg nyomokban nem tartalmaz valóságot. Tehát normális faszi, jelentsen ez bármit is, hogy ki normális és ki nem, tehát normális faszi három randi után tényleg annyit ír, hogy nagyon jól éreztem magam, szeretném, ha lenne folytatás, mikor érnél rá. Ugye ebbe benne van az, hogy a valóságra reflektál, tehát tények mentén ő jól érezte magát. Tény, ez megtörtént, jól érezte magát. Jelzi, hogy mire lenne szüksége, hogy örülne, ha lenne folytatás, és megkérdezi, hogy mikor élsz rá, amiben benne van az, hogy elviseli a visszautasítást. Ugye ebben a levélben nincs is benne, hogy mikor érsz rá, vagy mikor tudunk találkozni, mert azért rettegés, mert ugye benne van a pakliba, hogy nemet mond a másik. Minden rád van tolva, rád van terhelve. Majd a te vállalkozásod, te keresel engem, te dönts, ha én hibáztam, te bocsáss meg. Hogy nagyon érdemes szerintem ezekre a jelekre figyelni. Jó? Úgyhogy ennyi szerettem volna mondani. A következő videó, itt valaki kérte tőlem, hogy narcisztikus barátnők. Na, erről tudok csinálni. Narcizmus a barátságban. Ugye két nő között sokszor azért elég definiálatlan, vagy csúszik ez a barátság dolog. És a következő videóban elmondom, hogy milyen a narcisztikus barátnő. És ha van még téma javaslatotok, akkor szóljatok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!